Statisztikák mutatják, hogy 10 romániai lakosból egy engedhet meg magának 4 napnál hosszabb vakációt. Nyaralás terén még a bolgárok is lekőröznek bennünket, ezzel az utolsó helyen állunk Európában. Romániában a nettó átlagbér 1818 lei. Ez az összeg jelentősen eltér az Európai Uniós átlagtól. Gazdasági szakértők szerint a kis jövedelem a fő oka annak, hogy kevés román engedheti meg magának a 4 napnál hosszabb kirándulást. Az általunk megkérdezettek közül is a legtöbben az anyagiakra hivatkozva mellőzi a hosszabb kiruccanásokat. Azért, mert nem keres az ember annyit, hogy megengedje magának egy külföldi kirándulást. Hát az a pénz, amit keres az ember úgy, mint családonként, az legtöbb az ételre, a köztség, és már többet nem marad kirándulás. Nem, nagyon-nagyon nehezen. A felmérés kimutatta, hogy a legtöbb romániai többnyire a rokonoknál tölti a szabadságot, legyen szó vidékről vagy külföldről. Én el fogok menni nyaralni Chicagóba, Amerikába, de köszönhetem a fiamnak, mert ő segített, hogy ebben lehetőségem van, hogy elutazzak és nyaralhassak. Utazási irodában érdeklődtünk, hogy mennyibe kerül egy személy számára a legolcsóbb 7 napos külföldi és hazai tengerparti nyaralás. Vegyük például Görögországot szállítással, szállással, hogyha nem főszezonról beszélünk, tehát legyen szó augusztus vége, szeptember eleje vagy májusba, 130-150 euróba egy személy belefér, ebbe benne van szállítás és szállás. Románia esetében ez az összeg megközelítőleg egy olyan 500 lei per fő. Hozzátette, hogy az étkezésre igénytől függően még egy ekkora összeget kell szánni, vagyis 7 napra egy személy görögországi nyaralása a legminimálisabban, 1100 lejbe, a romániai tengerpart pedig 1000 lejbe kerül.